Kedves kollégák, kedves vendégeink, szép jó napot kívánok mindenkinek. A Magyar Gyógyésztársai Ügyvédében a pártjára antivírumos sérteti képviseletét a büntető eljárás során. A szerepünk az, hogy őt a jogaira idéz kitanítsuk, kettő pedig arra ügyeljük, hogy nehogy az ügy elsikkadjon a rendőrség szervezetrendszerén belül. Egyébként el kell mondanom, hogy úgy tűnik, hogy a rendőrség egyébként ezt egy kiemelt ügyként kezeli, nem egy kerületi rendőrkapitányság nyomoz, hanem a budapesti rendőr főkapitányság szervezett különbözés elleni egysége, ami hát nyilván egy szakképzettebb és egy jobban felszerelt rendőri alakulat. Tanúkénti meghallgatására már ezen a héten sor került, és mi, mint képviselők, szorosan együttműködünk a rendőrséggel annak érdekében, hogy az elkövető kézre kérjük, és ellene annyi bizonyíték összegyűjön, hogy vádat lehessen ellene emelni. Most részletekben nem mennék, mert nyilván nem lenne célszerű, hogyha minden apró részlet a sajtóban megjelenne, mert az véletlenül veszélyeztetné a nyomozás sikerét, tehát röviden ennyit erről. Ugye egyértelmű, hogy itt, ha valakit ököllel az arcán megütnek, az minimum a súlyos testi sértésnek a kísérlete, tehát az egy súlyos bűncselekmény, amiért elvileg a szabadságvesztés büntetést is kiszabhat a bíróság, tehát ez ugye messze túlmegy már a szabad véleménynyilvánítás demokratikus társadalomban elfogadható keretein. Az, hogyha valaki egyébként egy ilyen internetes oldalon már eleve arra hív fel, hogy menjünk oda ellentüntetőként és esetleg bármilyen módon hát ellenvéleményeket fejezzük ki az ott tüntetőkkel szemben, az önmagában véve nem jogellenes, tehát a felbújtásra alkalmatlan, hiszen annak sokkal konkrétabbnak kell lennie, tehát konkrét helyhez, időhöz és alanyhoz köthetőnek kell lenni az, hogy itt felbújtásról beszélhetünk tüntető érdemben. Arról nem beszélve, hogy az ilyen szenny honlapok, azok gyakorlatilag utolérhetetlenek és lenyomozhatatlanok, tehát külföldi szerverek működnek. Legalábbis eddig így van. Igen, jó, az a kuruszívval kapcsolatban ez változott, a deres.tv az továbbra is anonim maradt, de nem hiszem, hogy ezt erre az oldalról kellene egyébként jogilag megragadni, tehát hogyha a Budapest belvárosában egy ilyen atrocitás történik, akkor azért az elkövetőnek azzal számolnia kell, hogy rengeteg kamera van, tehát van stb. Számos kamerája működik, emberek áll az utcán, akik később tanúk lesznek, tehát nem marad felderítetten az ilyen cselekmény. Egyébként pedig az államnak és rajta keresztül, tehát a rendőrségnek nyilván kötelessége az, hogy a békés gyülekezés jogát biztosítsa a büntetőknek, tehát konkrétan, akik augusztus 29-én az új színház előtt a véleményüket fejezték ki antivírumos szervezésében. Álláspontom szerint ennek része lenne az, hogy a békés gyülekezésről távozók azok sértetlenül el tudják hagyni a helyszínt, tehát ez az Európai Emberi Jogi Egyezmény által és egyébként a Magyar Alaptörvény által is garantált békés gyülekezéshez való jognak egyfajta sérelmét felveteti, tehát ez a későbbi jogi analízis tárgya lesz. Jelenleg az konkrét büntetőeljárásra szeretnénk koncentrálni annak érdekében, hogy meglegyen az elkövető, és neki felelnie kelljen a törvény előtt az által elkövetett cselekményért. Köszönöm nagyon szépen. Róna Judit jelezte, hogy egy mondattal szeretett volna egy kiegészítést tenni. Tessék! Tényleg csak egy mondat, mert ugye az volt a kérdés, hogy miért csatlakoztunk, akik csatlakoztak ehhez az antifasiszta megmozduláshoz. Hát a zöld baloldal nevében benne van a baloldal, és az egyik sarköve az antifasiszta. A legfőbb ok ez, és amiért terjed ez az egész. Tehát ebből nem lehet egy baloldali szervezet, nem lehet kimondani egészen egyszerűen, és nem vagyunk egyenlők. Nagyon szépen köszönöm, de én azt gondolom, hogy a MEASZ-nak a véleménye, amelyik az összefogás a demokráciáért keretében úgy fogalmazta meg, hogy ez nem jobboldaliság vagy baloldaliság kérdése. Erről kellene tulajdonképpen beszélni. Az egyik magyarországi párt azt nyilatkozta, hogy felesleges feszültségkeltés az ellendemonstráció. Antivírumoshoz fordulok, Vili. Felesleges feszültségkeltés? Az egész antifasiszta lényünknek a jellege, hogyha azt tapasztaljuk, hogy valahol fasisztoid stílusjegy érvényesül, akkor ezt tagadjuk.
Tehát hogy lehet valamit megakadályozni, ha nem tagadunk ennek? Különféle módszerei vannak, hogy mit lehet csinálni, mondjuk elkezdünk írogatni leveleket, és így tovább. De hogyha súlyosabb a helyzet, akkor igenis fel kell lépni. Tehát én azért tartom nagyon károsnak ennek a pártnak, ezt ki lehet mondani az LMP-nek az ottani szervezete is választmányi tag az, illetve aki ezt közzé tette, mert ez gyakorlatilag az antifasiszta mozgalomnak az ilyen demonstrációs jellegét próbálja negligálni vagy ellenezni. Hát a világon mindenhol, kezdjük a szakszervezetektől, vagy bármilyen szabadságjogi kérdésben a demonstrációknak létjogosultsága van. Tehát ezt nem szabad ilyen erkölcsi alapon, vagy akár gyakorlatilag is megakadályozni. Ez mindenképpen az antifasiszta mozgalmat károsíthatja. Ez egy előteljes ellenvélemény lenne, de én bízok abban, hogy Kónya Péter is mondta, hogy Veszprémben holnap egy komoly összefogással ellen lehet állni, amilyen módon egy demokratikus körülmények között lehet, és úgy, mint a mi antifasiszta összefogásunk országos szinten, helyi szinten, és ez mind-mind erősíti azt, hogy az állampolgároknak az egyéni ellenállása a szélsőjobboldali kérdésekben úgymond érzékelhető legyen, mert csak így tudunk közösen fellépni, hogy sokan elmondták, és kérlek benneteket, hogy összeállításainkat ezügyben, mert írtunk levelet is, szolidaritási levelet a holnapi tüntetéssel kapcsolatban, hogy vigyétek el, ott van, aki akarja, elvihetni. Köszönöm szépen. Fényásolatban ott azon a széken megtalálható mindenkinek. Tisztelettel, kedves újságíró kollégák, tiétek, önöké a szó. Tessék. Egy apró kérdés az előzőekhez, hogy az LMP a holnapi Veszprémi tüntetésen akkor nem is fog részt venni? Még szinten fordulások szerint fognak. Első kérdésem Antón Vilmosról szólna. Hivatalos Magyarország részéről történt-e valami reakció? A második kérdésem Antón Vilmosról és Kónya Péterhez lenne, hogy elmondott, hogy ez a Veszprémi demonstráció, de most beindul az őszi politikai évad. Mire készül a magyarországi antifasiszta mozgalom, hiszen ahogy látjuk, folyamatosan erősödik a térségben. Hát, puhán válaszoljak, vagy keményen? Keményen. Nem történt semmit, és engem ez arra emlékeztetett, hogy itt a szervezetben az egykori haláltáborokról visszaérkezők mondták, hogy amikor felszabadult egy koncentrációs tábor, és más országok képviselői, politikusai mentek a ottani elhurcoltakért, és gyógyszert vittek neki, élelmet vittek neki, és hazahozták, a magyarokért nem ment senki. Nyilván itt nagyon sok konferenciát tervezünk, szervezeti kérdésekben bizonyos megújulás, továbblépést, ezt az együttműködést erősíteni, tehát egymás rendezvényeit erősíteni, és hát nyitottnak lenni, mert például, csak nyilván itt millió dolgot lehetne mondani, ha azt tapasztaljuk, hogy a választási törvény ügyében bármilyen szabadságjogi korlátozás történik, akkor mi már úgy tekintjük, hogy az eddigi demokrácia csökkenés, ami még egy meglévő demokrácia, csak a demokráciának egy minimalizált szintje, véget ér. Tehát amikor nem lehet Magyarországon tisztességgel szabad választást tartani, mert korlátozzuk, akkor véget ért a demokrácia. És akkor nyilván az antifasiszta módszereknek is másképp kell történni a továbbiakban. Hát mennek le a lejtőn az emberek, egyre nehezebben élnek, a megélhetésük folyamatosan romlik az embereknek, és hát ez sajnos, ez a folyamat, ez általában együtt szokott járni a szélsőségek megerősödésével. Mi arra készülünk a Magyar Szolidaritás mozgalomban, hogy megfelelő alternatívát és perspektívát tudjunk felmutatni az embereknek, az látszik, hogy teljesen kilátástalanok az emberek, nem látnak jövőképet maguk előtt. Mi azt szeretnénk, hogyha ősszel végre létrejönne a demokratikus erők összefogása, és egy olyan erőt tudnánk felmutatni, és egy olyan új programot, egy új köztársaság megteremtésének alapjait, ami
kellő alternatívát tud mutatni az embereknek, és végre ebből az apátiából és kilátástalanságból ki tudjuk vinni az embereket, hogy erre készült. Köszönöm szépen! Tessék fel, hogy Attila, Jó Világ újságíró vagyok. Én azért kértem szót, mert nem szeretném, hogyha elsikkadna az a szegmens ennek a problematikának, amit Hanti úr itt megemlített az ifjúsággal kapcsolatban. A véletlen úgy hozta, hogy én is láttam ezt a videoklipet, ami most már nincsen rajta, sajnos az Arte kétnyelvű német-francia TV csatornának a honlapján. És ugye itt arról szól ez a klip, én németül néztem meg, hogy valahol vidéken van egy ifjúsági tábor, ami nagyon jó dolog ilyenkor nyáron, ám de ezt a 64 vármegye és a Jobbik szervezi olyan pólókban, amelyen egyértelmű, hogy nyilas keresztes szimbólumra hajaz, amit ott látunk. Lőgyakorlatokat folytatnak, és arról van benne szó, hogy ugyanakkor meginterjúolták Kumin Ferencet a parlamentbe, hogy a magyar kormány úgy látja, hogy nincs semmit tenni, mert hogy a gyerekek ugye szeretnek nyáron táborozni. Na most egy német barátom szintén látta, és azt mondta, hogy ez botrány. Ez botrány. Németországban nem lehetne olyan tábort szervezni, amelyen arról beszélnének, hogy vissza kell szerezni a Szudétaföldet, Sziléziát, és ezért ott lőgyakorlatokat tartani. Vagy ilyen ideológiai képzés. Na most én nem tudom, hogy nem lehetne az ombudsman fordulni, vagy ezt valamiképpen megvizsgálni, mert ugye én nem tudom, hogy Hanti urat kiütötte meg, hány éves volt. De valamiképpen edukálják az embereket. És ugye akik 44-ben nagyon készségesen, én ugye nem vagyok zsidó származású, tehát nekem nincs ilyen semmi kötődésem, csak mint eredetileg pedagógus. Tudom, hogy ha valakit valamire szocializálok és edukálom, akkor ő számára teljesen természetes lesz, hogy ő valamilyen cselekvésben részt vesz. Neki elindul az ökle. Ugye? Tehát, hogyha mi ezt folytatjuk, ezt a tendenciát, akkor ne csodálkozzunk ezzel. Tehát mi szervezhetünk erőszak ellenes különböző tüntetéseket, de mit teszünk azért, hogy ne legyen erőszak? Mit tesz a magyar kormányzat azért, hogy ne menjenek be az iskolákba ezek a szélsőséges szervezetek? Mit tesz a magyar kormányzat azért, hogy ne lehessenek ilyen ifjúsági táborokat szervezni? Mi konkrét ügyéseket tettünk az ügyben a magyar kormány és a legfőügyészség ellen pert indítottunk. Magyarországon tavaly kezdtük és idén zárult a folyamat. A bíróság, a magyar bíróság azt állapította meg, hogy nem lehet perelni a magyar kormány. Természetesen nem jön szóba, a nemzetközi bíróság részén az ügyet. De még egyszer mondom, elindult az a folyamat, amely arra irányul, hogy a minden eddigi magyar kormány felelősségét megállapítsa egy nemzeti bíróság, hogy ki lehessen mondani azt, hogy felelős a magyar állam azért, hogy a párizsi békeszerződés egyik cikkeit nem hagyják végre 1990 óta Magyarországon. Egy mondatot hagyatkozott volna. Tessék! A világértség, a tisztelt sajtómunkatársak és én nem a labdát szeretném visszadobni, mert nagyon jó a kérdés, de leginkább önök tehetnek ebbe a témába, hogy a kormány tisztségviselői minden sajtótájékoztatójára elmennek, és fölteszik nekik ugyanezt a kérdést. Mert megmondom őszintén, hogy mi tőlünk ne várják azt, hogy mi válaszoljuk meg azt, hogy mit fog tenni a kormány, vagy mit tehetne a kormány ennek az érdekében, mert mi látják, itt elmondtuk, hogy mit szeretnénk, ha tennének, de ha nekünk az eszközeink nincsenek meg ahhoz, hogy tenni tudjunk ebbe a kérdésbe, úgyhogy én tisztelettel kérem önöket, hogy a kollégákat is inspirálják arra, hogy igenis ne hagyják ezt a kérdést elaludni, tegyék föl nekik állandóan a sajtótájékoztatókon. Köszönöm szépen! Néhány fáklyavívő, aki itt is van és érdeklődik, nagy tisztelet irányukba, mert ők ezt csinálják, tehát ebbe erősíteni kell. Nehogy úgy járjunk, hogy a vasárnapi misén a pap azokat tolja le, hogy miért nem járnak templomba, amik ott vannak. Hát nem letolás, nem élel mondtam, hanem csak lehetőséggel, és megköszöntem, amit feltettél. Ebbe erősítsük, hogy ugyanúgy járjanak el, és csinálják mindenki. Köszönöm szépen, és akkor onnan jön a kérdés. Szóval elhangzott az előbb, hogy a
a magyar állam hasonló sajtótájékoztatóin kellene ezekre választ kapni, de vannak-e olyan sajtótájékoztatók? Mert én egyről nem hallottam, hogy ezután az ügy után egy sajtótájékoztatót, mondjuk a rendőrség, az alkotmányvédelmére kirendelt szervek tartottak volna. Tehát én ezt nagyon hiányolom. Ha ilyen sok gyűlölet létezik Magyarországon most, miért? És hogy hagyd itt Magyarországon, ami elvileg egy keresztény ország, a keresztény egyház, vagy legalább a történelmi egyházat, amit englások nagyon kevés csinál ezek az atrocitás, meg a gyűlölet ellen. Kitől kérdezel? Ki válaszol? Egy gyors válasz. Inkább a gyűlöletbe értesz? Hagyi Endre, Bandukúny, Kocsi Józsefat kell elsőt ajánlani. Miért azt mondjuk az olyan? Na de hát azért... Azért picit... Konkrétabban válaszolni. De ők nincsenek itt az asztalnál. Jó, konkrétabban válaszolni, hogy mindig is utána válaszolni. Csak a szellemünk van itt. Tehát én, ha lehet mondani, hogy nyilván Magyarország helyzete történelmileg is egy rendkívül sajátos. Most, amit a szélsőbbre hajló kormány is tesz, egyszerűen átélem, hogy mi volt annak idején, a kisantant idején, nem tudom, hogy történelmileg ez mennyire érted, amikor összefogtak még az első világháború idején Magyarországgal szemben idején. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek van ilyen tradíciója is, ami a szélső, magyar szélsőjobbra jellemző, ugyanakkor a rendszerváltásunk után óhatatlanul nem egy folyamatos átalakulás történt meg, hanem egyik pillanatra a másik pillanatra megkaptuk a vadkapitalizmust. Ez a vadkapitalizmus, ez igenis rendkívül a adott tőké érdekét, pénz érdekét nézi, és megfelelkezik a humánumról. A közszolgálati televízió nem jelenik meg egy ilyen sajtótájékoztatón, akkor lehet-e valóban fordulni panasszal jövő, mert tulajdonképpen törvényi kötelezettségük. Bocsánat, hogy híjesen a szerepemből, de mint a Újságíró Szövetség egyik vezetője, hogy válaszoljak a kérdésre. Kiemelt vezetője. Sehova. És ennek örülök. Ennek tulajdonképpen rendkívül jó, borzasztó jó, ez önmagáért beszél, hogy sehova. Nincs rá fórum, és örülök, hogy nincs rá. És nem is kell. Nem kell. Egy gondolatot azért hagyd tegyek ehhez hozzá. Ma Magyarországon rendkívül komoly és erős a cenzúra. De nem olyan cenzúra, amire most hirtelenében a kollégák gondolnak, hanem a legrosszabb fajtája, amit úgy hívnak, hogy öncenzúra. Ugyanis nem merek leírni, mint újságíró bizonyos gondolatokat. Miért? Mert félek annak következményeitől. És ennél rosszabb cenzúra a világon sehol nincs, és nem létezik.